Sziasztok! Véget ért a Hősök Tere kezdeményezés 30 napos kihívása, amelyben én ugye azt vállaltam, hogy számomra ismeretlen emberekhez fordulok és éneklek nekik. Rengeteget kaptam ebből a kihívásból, rengeteget tanultam és rengeteg örömért. Nagyon tanulságos volt az, ahogy az első lépés előtt megjelenik a félelem bennem, hogy Úristen, vissza fognak utasítani. Igen, a kapcsolódásban kockázat van, és mégis aztán annyira jó. A legtöbb esetben olyan ilyen melegségbomba lett bennem annak kapcsán, ahogy az ének elhangzott. És aztán ami történt, hogy az emberek megnyíltak és elkezdtek mesélni történetet, mintha már nagyon régóta ismernénk egymást. És ez igazából 3 perces sztorikban benne volt egy ilyen életeszencia, mint egy húsleves kocka. Ami nehéz volt, az az, hogy leírni a történeteket, és tényleg közzétenni, mert az arra sokkal több időt kellett szánni. Maguk az események azok másfél-három percesek. Leírni azért egy jó fél óra volt mindegyiket, ugye én 2 nyelven írtam. És még egy nagyon érdekes tanulsága volt ennek a folyamatnak, hogy én ugye ismert emberként azért a zártságra is szükségem van. Néha egyszerűen nem vagyok elérhető, nem tudok elérhető lenni minden pillanatban. És ahogyan egyensúlyozom a zárt és nyitott állapotok között, ez nagyon érdekes volt figyelni. Az elmúlt 30 nap alatt azért sokszor választottam a nyitást, még akkor is, ha éppen néha nem esett jól. Volt olyan, hogy annyira nem esett jól, hogy az egyetlen kudarc történet, amit írtam nektek, akkor kaptam egy visszautasítást, nagyon kedvesen, a postás bácsinak éppen dolga volt. Nagyon-nagyon kedvesen kommunikálta, de én is éreztem, hogy jelenleg nem vagyok elérhető, 30 napos kihívás ide vagy oda. Szóval, hogy ezt az egyensúlyt nagyon érdekes volt figyelni. Én ugye a legutóbbi időben azért leginkább introvertált életet élek, és ez most egy kicsit visszavitte abba, hogy a hétköznapjaimban is kinyissak emberek felé. Úgyhogy nagyon köszönöm a Hősök Tere kezdeményezésnek. Ti is csináljatok mindenféle saját, egyéni Hősök Tere kezdeményezésszerű dolgot, amelyben a másik ember felé fordultok. Nagyon megéri. Köszönöm, sziasztok!